Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Az Ószövetségi Szentírásból, Mózes első könyvéből, a 45. fejezetből az első 5 igeverset olvasom fel, Isten írott igéjeként, amely így hangzik. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott, küldjetek ki előlem mindenkit, nem is maradt senki nála, és akkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek, én vagyok József, éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Gyermek és ifjúsági hetek sorozata a nyári időszakban jellemző. Gyülekezeti egyházi szervezésben is történnek ilyenek. A szabadidő tartalmas eltöltése miatt, a szabad kapacitások, tartalékok jó mederbe terelgetése miatt, de leginkább amiatt, hogy a felnövekvő generációért, annak tagjaiért tegyünk valamit, a jövőjüket segítsük építeni. Az alapigénkben már nem egy fiatal, hanem egy egykor, még szinte gyermek, de mára már felnőtt élet emberré lett József, aki előttünk áll. Sok nehézségen ment keresztül, árulás, vádoltság, elhagyottság, elfelejtés jellemezte az életútját, és a kérdés ilyenkor az, hogy mit tesz egy ilyen ember, amikor hatalmat kap a kezébe. Hogyan bánik a saját testvéreivel, akik egykor eladták, egykor az életére törtek, egykor a vesztét akarták neki. Mit kezd most József, amikor ő kerül fölénybe? Azt látjuk, hogy nem a bosszú állás, hanem a kapcsolatrendezés embere ő. Valami az ő szívében, lelkében is történt, Isten szerinti módon, és valamit a testvérei szívében, lelkében is elvégez ez a új helyzet, amikor József kezében a hatalom. Egy ember áll előttünk, akinek nem csak hatalma van, hanem bátran meri értékelni a múltját is. Isten tetteiként értelmezi a múltja eseményeit, akkor is, ha a testvérei gonosz tetteit látja. De Isten nézőpontjából értékeli azokat, ebben a megvilágításban meri felismerni azokat. Megismerteti magát több mint 20 év távlatából, testvéretek vagyok, hirdeti magáról, közelebb hívja a megrettent testvéreket, a bizalmat, az elfogadást hirdeti meg, és Isten szemszögéből látja és láttatja a történteket, a saját élet történetét is, és hirdeti azt a célt, hogy azért történt mindez, hogy ti magatok is életben maradjatok. Az Isten tervének része az én életem, és része volt, és része a ti életetek is. 7 záró napon vagyunk. Ne vigyük hát át az új hétre a családi nehezteléseinket, sebzettségünket, vagy sebek okozását. Jöjjünk közelebb ahhoz a Jézushoz, aki testvérünként mutatkozik be nekünk, és aki Isten nézőpontjából, látószögéből ismertetné meg a mi életünket is, és láttatná meg velünk a körülöttünk élők, a testvéreink életét is. Érkezzünk hozzá közelebb, hogy mindez valóságá legyen. Amen.